Én nem enném. Hát ne szórakozzál velem, mert az összes néző tudja rólam, hogy szeretem szivatni magam az játékokba. Én nem enném. Miért ne? Ne vicceljél velem. Hát engedjük el ezt a témát. Hát komolyan mondom, ez nekem sértés, hogy ezt így feltételezed rólam. Na jó van, figyelj, itt vagyok már, megy a videó, aztán akkor meg elmondom a nézőknek, hogy akkor ez hogy lesz, jó? Jézusom. Áj, szevasztok gyerekek, üdv a csatornán. Hát megláttam ezt a telefont, gondoltam, akkor fölhívom itt az őrangyalomat. Ettél nagyobb hülyeséget. Az a baj, mindig ilyen spontán kezdem a videókat, egyáltalán nem gondolok előre, hogy mit is kellene csinálni. Egyébként van bennem valami, amit szeretnék csinálni, úgyhogy azt nem fogom mondani most. Úgy gondoltam, hogy vagyok annyira pro Seven Days to Die játékos már, hogy megpróbálkozzak egy olyan gameplay sorozattal, és egyben lezárnám az előző sorozatot, mert gyakorlatilag semmilyen kihívást már számomra nem jelentett. Konkrétan gyakorlatilag mindent meg tudtuk már építeni, bármilyen épületet össze tudtunk hozni, bármilyen zombi hordát, idézőjelesen bármilyen zombi hordát túl tudtunk élni, meg még ráadásul gyakorlatilag 6-os szedbe voltunk, bármit le tudtunk craftolni. Nem lett volna nagyon kihívás, meg megmondom őszintén, hogy az a nehézségi fokozat már számomra annyira nem kihívás. Bármennyire is nagyképű hangzik, de nem az akarok lenni, hanem tényleg ezt így gondolom. És akik ismerik ezt a játékot, azok biztos tudják, akik annyira nem, azok meg nem tudják, de szerintem akik ismerik ezt a játékot és játszanak vele, azok sem szokták nagyon birizgálni a nehézségi fokozatokat. A gyerekek, olyan szörös vagyok, még mindig beteg vagyok egy picit, úgyhogy a hangomon hallatszik, ne haragudjatok, hogy ilyen ocsvány pofával érkeztem, de hát ez kell, szarból nem lehet várat építeni, ugye. Na szóval. Nehézségi fokozatok terén a játék 6-tal rendelkezik. Hogyha te elindítod a játékot és nem állítasz nehézségi fokozatot, bár inkább lefele szokták állítani az emberek, igen, a 2-es nehézségi fokozaton van a játék. Az ugye a default nehézségi fokozata. Viszont arra gondolta a képer, hogy toljuk fel 1-el. De ne 1-el, hanem 2-vel, ne 2-vel, hanem 3-mal, sőt! Doljuk fel a maximális nehézségi fokozatra, amit megmondom őszintén, hogy még én is tudom, hogy ez mennyire fog jól működni. Remélem egyébként a hang jó, nem ordítok, megpróbálok nem ordítani. Azt belecsapunk a lecsóba, gyerekek, mást azt nem állítottam át, egyedül azt, hogy az idő hossza az ugye egy nap a 120 perc legyen. Valószínűleg, hogy iszonyatosan nehéz lesz, hát gondoljatok bele, hogy 2-es nehézségi fokozat az alap, és mi a 6-osra fogjuk állítani, a maximálisra, amit igazából, hát szerintem annyira lehet, hogy nem ajánlott. Én beszéltem egy játékossal, norvéggal, aki szerintem ilyen több ezer óra van benne a Seven Days to Die-ba neki, és mondta, hogy ne csináld, én is próbáltam, de iszonyat, nagyon nehéz, ne csináld. De hát, nem én lennék, hogyha nem én csinálnám gyerekek ezt. Úgyhogy belevágunk a lecsóba, tényleg nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni. Elvileg a zombik iszonyatos erősek lesznek, így. Tehát nem kell azzal számolnunk, hogy mi most így együttéssel fogunk zombikat leütni, vagy pedig esetleg egy ilyen három lövésből lelőni, hanem rettenetesen meg fogunk szenvedni. A horda az gyakorlatilag már az első horda is egy ilyen talán kivitelezhetetlen kihívás lesz számunkra. Gyerekek, van nekem itt egy szikszó italom. Bocs, hogy zörögni fogok vele, de rohadtú fáj a torkom, és gyakran ki fogok száradni. Tényleg, gyerekek, teát iszok, ideig süllyedtünk. De néha kell innom, mert a torokfájástól nagyon kiszárad a torkom. Megint lázam volt, ma lett volna felvéve az RP első rész. Pár órával ezelőtt, de megint lázam lett. Megint minden bajom van, úgyhogy... De bele akarok vágni ebbe a dologba, nagyon bele vagyok őrülve, hogy én legnehezebben ki szeretném kipróbálni ezt a játékot. Mindjárt, hogyha betölt, akkor mondom, mert lehet, hogy akad a hang is, meg a kép az mindenképpen. Egy pillanat, leszpordulunk, és akkor már mondom is, hogy mi az, amikre még gondoltam, és... Elég sok gondolat megfogalmazódott bennem azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán ezt hogy lehetne megvalósítani.
Amit látjátok, fészkem az van és lesz is. Gondolom ez egy, mivel egy az egyben ilyen jó epic, hol vagyunk. Jó, legalább jó területen. Megállítom az időt. Egy pillanat, gyerekek. Van egy sanda gyanúm. Ja, jó, oké, minden rendben van. Egy dolgot még lehetett volna állítani, ami igazából nagyon befolyásolta volna a játékmenetet, hogy mindig sprinteljenek a zombik. Ez, biztos vagyok benne, hogy egy kész öngyilkosság lett volna olyan szinten, hogy játszhatatlanná tenni a játékot. Mivel mindig sprintelnek a zombik, esélyed nincsen ellenük. Itt egy darab zombi körülbelül olyan nehéz lesz, mint 10 másik. Normálba. És ezt halál komolyan mondom. Jó, vágjunk bele a lecsóba. Rettenetesen, szisztematikusan és most tényleg odafigyelve, pro módon kell játszani ezt a sorozatot. Mert különben el fogunk bukni az első nap. És ezt nagyon nem szeretném. Úgyhogy rohadtul gyorsan, gyerekek. Csináljuk a dolgokat, ugye? A Challenge Windows-t kell megnyitni, tudom, de már én már itt ütök, mint az őrült, ezt rémeljük, és akkor gyűjtsük a dolgokat. Figyeljetek, az egész folyamat, azon kívül, hogy ugye erősek a zombik, nehéz lesz a játékmenet. Az egyik hatalmas probléma az, hogy ugye az idővel folyamatosan rohanni kell, és itt igazából én úgy gondolom, hogy nagyon hibázni nagyon nem lehetne. Gyerünk, lootolunk mindent is, nagyon szükségünk van mindenre. Ugye a túlélés nem lesz egyszerű, mivel valószínűleg, hogy a küldetések is rettenetesen nehezek lesznek. Itt egy Tier 1-es quest is olyan szinten nehéz lehet, mint akár nehezebb, mint egy 6-os normál fokozatban, mivel a zombik gyakorlatilag tényleg böszme nehezek lesznek. Én ezt érzem, és mondta Norvég, hogy vigyázz, ezt ne akard, mert Norvég nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy játékos. Nem tudom, szerintem több ezer órája van a játékban, mindenhol játszott, mindenféle móddal, mindenféle szerveren. Gyors billentyűket kell használni ezerrel, hogy minél hamarabb tudjuk csinálni a dolgokat, gyerekek. Mit kellene? Kellene woodot harvestelnem, pillanat. Jó, és megcsináljuk a tutoriát, akkor tudjuk, hol van valami traderünk. Ugye teljesen új világ, nincsen semmi segítségem. Azt sem tudom, hogy hol vagyok konkrétan, úgyhogy segítség, milyen segítség. Woodot az valószínű, hogy kéne még majd szereznünk, úgyhogy ütök néhányat, mert az kell mindenhez is. Kék a szeme. Arca csupa derű. Ja, és koncentrálni kell, úgyhogy nem kevesebb hülyéskedés lesz, több feszültség. Ennyit tudok ígérni ebbe a gameplay sorozatba. Small stone-t kell gyűjteni, most nagyon rá vagyok függve, kellene néha egy fának lennem. Ide jobb alsó sarokba raktam a kamerát, remélem, hogy itt nem zavaró, de úgy gondolom, hogy ebbe a sorozatba lesz annyi feszültség, meg szívás, hogy ilyen baj, hogyha látjátok a keepernek a fejét. Egyébként jó lenne megborotfálkoznom, tudom, de így betegen mindenhez van kedvem, csak ahhoz nem. Ki kell próbálnunk majd, vagyis inkább lehet, hogy kerülnünk kellene a zombikat egyelőre, de később ki kellene próbálnunk, hogy tudunk megküzdeni egy ilyenet. Kéne ilyen primitív suite-ot csinálni, meg akkor igazából az összes primitív hood-ot, ezt is, meg a shoes-t is meg kellene csinálnunk. Ő mit szeretne, hogy mit csináljunk ki, vegyük fel. Ó, kettőt csináltam abból. Pedig nem akartam. Várjál, mi nincs rajtam? Valami nincs rajtam. Mi nincs rajtam? Glove-t kellett volna, és a glove-t nem csináltam, basszus. Primitive glove-t. Ja, itt a glove-t. Ó, várjál, mi hiányzik hozzá? Fiber. Jó, se ütünk pár fibert, ezt megcsináljuk, azt a glove-t. Kotont a szerep agyba főben mindig probléma, meg ezt a hogyha már itt vagyunk, ezen a területen kezdtünk. Jó, egy glove is legyen. Jó, és akkor azt is felvesszük. Ezt gyorsan leszkrepeljük, mert akkor nincs rá szükségünk. Hol a glove? Ott van. Oké, kell csinálni egy baseball ütőt. Oké, és azt is fel kell valószínűleg venni. Közben gyűjtöm itt az alapanyagokat addig is, ameddig így craftolgatunk. Kell csinálni egy bow-t. Ezt a baseball ütőt ezt ide rakjuk, jó. A bow, oké, kellene nekem, azt írja, hogy
csináljak nyílveszőket, és lehet, hogy egyébként a nyílvessző készítés, az lehet, hogy egy jó útvonal lenne. Hoppa. Mármint, mivel rohadt nehézek a zombik, nagyon, sokkal nagyobbak tűtnek, sokkal több HP-juk lesz. Emiatt lehet, hogy lesznek problémáim velük, és sőt, biztos, hogy lesznek problémáik, és lehet, hogy jó lenne, hogyha tudnék íjászkodni. Játék stílusban is szerintem teljesen máshogy kell gondolkoznom, mint eddig bármikor is. Várjatok, itt volt egy tuskó valahol, honnan jöttünk ki? Azt a tuskót, azt lehet, hogy ki kéne ütni, hát, hogyha lesz benne méz. Meg igazából úgyis jó nitrátra nincs szükség. Itt voltam, hol volt ez a tuskó? Jó, itt az a tuskó, és akkor mi kell? Kell craftolnunk arrót, és van ilyenet tudok, meg ebből fa is jön, úgyhogy ez mindenképpen egy hasznos dolog. Jó, nem jött az, oké, semmi gond. Arró, mennyit tudunk? Lecraftolunk 12 darabot. Na, ennek már örülünk. Ide rakjuk előre a különböző fegyókat. Oké, és akkor ezt be is tárazzuk. És ott egy new sea. Vajá. Jó lenne szerezni egy kis. Ezt elcseszte a keeper. Elövöldözöm a nyílvesszőimet. Jó, ez nem nagy üzlet. Fú, jó, oké, hagyjuk. Nem akarom húzni az időt, az a baj, időveszteség az nem nagyon fér bele. Mit kell csinálni? Challenge window. Azt mondja, hogy challenge window az egyszerűbb így elérni, és akkor ezeket vegyük át. Nagyon szuper. Mi a következő feladat? Oké. Jó. Oké, csináljuk. Megyünk akkor a trader fele. Meg minél több stone arrow-t le kellene craftolnom nekem. Szuper, jó van gyerekek. Közben szedünk mindent, amit tudunk. És akkor megnézzük a trade-et. Megpróbálunk csinálni küldetéseket. Hát nem biztos, hogy működni fog a küldetés csinálás. Ki kellene próbálnunk egy zombit, hogy mennyire nehéz. Figyeljetek, hogyha találkozok kutyával, zombi kutyával, vagy madárral, akkor szerintem instakillem lesz. Meg fogok dögleni mind a szart, mert az ellen igazából nem nagyon tudok elmenekülni. Úgyhogy azzal még nem tudom, hogy mit fogok kezdeni. Várjatok el, abban van nekünk valamennyi skill pontunk. Nem ezt akartam. 4 skill pontunk van, oké. Ebből viszont lehet, hogy kicsit átgondoljuk, hogy kapásból mire költsünk. Én már itt nagyobb, gameplay előtt nagyba gondolkoztam, hogy ugye ebben a játékban igazából nagyjából 3 opció van, amivel tudsz így érvényesülni. Az egyik az, hogyha átmész ilyen tank karakterbe, ugye használod a valamik heavy armort, leginkább ugye talán a raider setet, és akkor egy barom nagy kalapáccsal próbálod magad megvédeni. Itt nem biztos, hogy az működni fog, nagyon sokan sebeznek a zombik, nem fogod tudni megölni őket gyorsan, viszont cserébe rettentő lassú leszel a heavy armorba, ami nagyon nem baráti dolog tud lenni. A következő megoldás az lehet, hogyha lőfegyverekre specializálódsz. Itt megint az a probléma, hogy konkrétan még a játék elején, főleg később sem biztos, hogy tudok összeszedni én annyi lőszert, amivel fel tudom venni komolyabban a versenyt az ellenségekkel. Szóval, van egy harmadik út, amit én úgy gondolom, így nem néztem én erről semmilyen tutoriált, hogy Insane-ben hogy kellene túlélni, úgyhogy lehet, hogy ez nem biztos, hogy működik, ki tudja, én nem tudom, hogy ez sikerülni fog. Én szeretek spontán játszani, a saját gondolataimat hasznosítva. Gyerekek, egyelőre nem akarok még belekeveredni semmilyen harcba, viszont lehet, hogy többen azt mondjátok, hogy hát jó lenne volna, hogyha futásra rakod a zombikat, egy az, hogyha arra rakom, akkor tényleg aztán nagyon nagy sok esélyem nem lenne. Főleg amiatt ugye az nagy probléma, hogyha futásra rakod a zombikat, akkor tényleg az van, hogyha ilyen, mit tudom én, 20 darab ütésből halnak meg, azt nem tudod kivitelezni olyan gyorsan, míg meg nem ölnek. Szóval egy darab zombi is biztos, hogy 100%, hogy elbánna veled. Az autókat jól utolgatni, mert free loot. Mit akartunk csinálni, gyerekek? Ja, haladjunk.
8 óra 33-ban, bocsánat, de tényleg náthás vagyok, minden vagyok. Annyi eszem nem volt, hogy idehozzak egy zsebkendőt, úgyhogy lehet, hogy el kell mennem érte. Én preferálnák egy ilyen lopakodós módszert. Nem akarok zombival egyelőre összetűzésbe keveredni, egyelőre menjünk a traderhez, aztán ott utána eldöntjük, hogy mi lesz. Ugye kellene csinálni minimum, nem tudom, egy-két küldetést, azt talán bemákolunk valami jó útot, vagy nem tudom. Mindenképp kellene küldetés, mert ugye nem, nincs pénzünk kajára, meg nincs kajánk, és nem is tudunk nagyon, itt nem tudom megoldani azt, hogy én befutkorászok majd, várjátok merre, ha nem is jó fele jövök. Nem tudom megoldani, hogy befutkorászok kajáért épületekbe, mert ugye egy darab zombi is valószínűleg, hogy olyan nehéz lesz, hogy vért fogok izzadni. Úgyhogy igen, úgyhogy ez van, gyerekek. A küldetésekből talán esetleg, hogyha meg tudjuk csinálni, nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni, abból esetleg tudunk egy kis pénzt kihozni. Azért nem állok le zombikkal hadakozni, mert szerintem nagyon sok idő lenne, meg nagyon veszélyes lenne. Próbáljuk meg. Viszont az, hogy így játszunk szerintem ezzel a játékkal, így ad egy olyan érzést az egészhez, hogy realisztikusabb. Mert a valóságban se lehet, hogy a zombi apokalipszusnél nem az lenne, hogy egyből nekiugrasz bárminek. Figyeljetek, innen fogjuk a kertől, és körbe megyünk, jó gyerekek? Megyünk egy kört. És kilutolunk mindent, és utána eladjuk neki. Reméljük, hogy valamit talán esetleg be is mákolunk valami drágább dolgot. Nagyon akkurátosabb, mindent is kilutolunk. Az utolsó szemét kupacik mindent. Oh, ott volt egy könyvecske, a könyvecskéket azokat tanuljuk, a többit mindent eladjuk, úgyhogy so sorry. Ne lepődjetek meg, hogy... Ne lepődjetek meg, hogy el fogok adni mindent, mert ugye megmondom őszintén, az ilyen éjjamának stílusban fogunk most egyelőre itt játszani. Ami abba fog tényleg kimerülni, hogy próbáljunk meg minél tovább életben maradni. Egy darab bőr, hát ezzel elmegyünk a búcsúba, itt semmi. Ott semmi, ott... Ez nem lutolható, ugye? Nem. Ez a kocsi lutolható. Vagy ez a gyerek. Ó, kettő javítókészlet, az nagyon boldog vagyok. Nincs egyébként semmilyen lucta is, meg ilyesmi nincs felnyomva. Úgyhogy tényleg tényleg az abszolút a nehézségünk fokozat inszénen, minden alapon. Tehát meg XP, ilyen multi, vagy hogy nevezik, tudjátok, amikor ilyen több XP-t kapsz, meg ilyesmi sincs. Azt hiszem, itt bent is van, ami még lutolható, úgyhogy gyors végigfutunk. Úgy gondoltam, hogy vagyok annyira, nem azt mondom, hogy pro, hanem valamennyire tapasztalt játékos, hogy megpróbáljam én ezt a játékot így játszani. Aztán, hogyha nagyon elbukunk, akkor elbukunk. Annyira nem problém, oké. Ez valami jobot, igen, ez. Ugye mindig kiásos munka az első. Az inventory, és abból gyakorlatilag el fogok adni mindent, ami nekem nagyon nem kell. Azt meghagyjuk. Kajana, tojás, nem tudom. Jó, azt nem. Ezt eladjuk, a betont eladjuk. Homokot eladjuk, benzint eladjuk, vasot eladjuk. Ezt eladjuk, csövet eladjuk, ezt eladjuk. Itt nincs semmi, de ott két lockpikem. Nem látni sajnos a facecamtől, tudom. jó, oké. És szuper, ez jó, jók is vagyunk egyelőre. Akkor csináljuk meg az első küldetést. Mennyi pénzünk lett? 180, hát abban körülbelül egy darab konzervet tudok venni, úgyhogy azzal nem megyünk el búcsúba. Merre kell menni? Ahó, várjál már. Ja, közben még izét is akarja csináltatni velünk. Ugye a tutoriát, vagy ezeket a challenge-eket. Várja, hol van a... Ja, így, és így. Oké. Arra van. Jó, oké, gyerekek. Annyi, hogy valahova majd. Jó, jó. Tudod, mit nem fogok vele foglalkozni. Nem fogok vele foglalkozni, mert valószínűleg nagyon sokáig kellene küzdenem. Lehet, hogy kellene valahova majd egy ládát csinálnom. Most egyelőre még nem vagyunk túl terhelve, meg hát kettő slotot tudok még vinni. Meg viszont ki tudok dobni olyan dolgokat, amiket semmi értelme tartogatnom. Jó.
Egy, tényleg a kutya az, ami engem nagyon megszivathat, meg a madár. És igen, ki kell próbálnunk mindenképp egy zombit, valószínűleg a szapli kiássásánál mindenképp meg kell ezt próbálnunk, mert nem esett. Ó, ne esett méz is, jó, meg is fertőzöttünk már. Oké. Ez mázli volt, ez mázli volt. Ja, szapliák kiásás, akkor valószínűleg azért jönni fognak zombik. A kutyával kell vigyáznom. Meg kell próbálnom, hogy mindenképp, hogy egy zombit mennyi ideig tudok én megölni, vagy milyen nehéz megölnem. Hogy tudjak viszonyítani, hogy igazából melyik halstílust tudnám alkalmazni. Melyik irányba kellene elpakolgatnom a skillpontjaimat. Talán nem vett észre. Hol van az izé? Megy itt a küldetés. Jó. Oké, az nem vett észre, ugye? Jó, az nem vett észre. Ebben kaptunk egy ásót. Jó, gyerekek, szuper. Eddig amúgy egész jó. Hát még egy darab zombival nem találkoztunk, úgymond nem kellett vele harcolnunk. Rohadtul kell fülelnem is. Arra is hagyatkozni kéne. Jó, itt valószínűleg, hogy lehet, hogy túl leszünk terhelve. Arra is rohadtul ki fel kell figyelni, mert különben nem fogunk tudni elrohadni. Ugye attól függetlenül, hogy a zombik ugye volkolnak, tehát sétálnak csak, attól függetlenül ugye történik az, hogy ha berédzselnek, akkor futtak. Szóval az attól még, hogy én most arra van állítva, hogy sétáljanak. Attól függetlenül nem csak sétálni fognak nappal, hanem hogyha megütöd őket és rage-elnek, akkor biztos, hogy elkezdenek rohangálni. Ezt szerintem meg is lehet, mert ott egy hatalmas nagy üreg, vagy nem tudom, olyan fura. Ott van lent szerintem, csak szerintem ha kilootolom, akkor jönni fognak, úgyhogy valami kiáratot kell csinálni magamnak. Néhány fablokkot is kellene majd készítenem. Oké. Okay. De ott van, ott nincs, de ott van. Gondoltam. Jó. Jó, figyeljetek egyelőre. Nem tudom, hány darab zombi jött? Meg kellene próbálnunk, hogy mennyire vagyok hatékony ellenük, nem? Jó, próbáljuk meg. Fontos ugye, hogy a hátunk mögé mindig nézzük. A gyerekek, hát ez igen. És ez power attack-okkal. Jaj! És még mindig nem. És ez gyakorlatilag csak power attack-kal, hallod? Tehát jobb gombbal. Ah, és ez a legegyszerűbb zombi, amit ide teszed. Azt a betyár, gyerekek. Meghalt. Meghalt, ez egy ilyen tízütés. Jó, hát igazából, ja. De nem tudom, hogy ezt hogy fogom kivitelezni, hogy ezt rendesen remeg a kezem, hogy belegondolok abba, hogyha mondjuk ebből egy ilyen 4-5 rám fut, meg ugye attól függetlenül, hogy nappal nem futnak, attól még ugye vannak a feral zombik, amik mindenképpen rohanni fognak. Tudjátok, amikor bevörösödik a szemem, vagy vörös a szemem csávónak. Hát ezt lehet, hogy még egyszer megpróbálnám. Ó, megütött bazza 20-at levett kapásba, és fut! Erről beszéltem gyerekek, hogy a... Ó, te fiú! Aha, hogy izébe rage módba váltanak, akkor... Tök mindegy, hogy nappal van, vagy éjszaka, vagy mire állítod. Hát ezek... Öcsém, gyerekek! Na jó, Gyerekek, van egy tanulság ennek a dolognak. Akkor az, hogy beléjütök. Az a rohadt egy tanulság, hogy egy éjszakára nem szabad kimaradni, ott dög lesz meg, az biztos. Képzeljétek el, hogyha ezek sprintelnek, nincs esélye egyenlen se. A másik tanulság, hogy erősebbek, nem valószínű, hogy tudunk erősebbek lenni a zombiknál. Képzeljétek, ez egy alapzombi,
Akkor elképzelhetitek, egy radi az mit fog művelni velünk, vagy hány darab ütés kellene neki. Jó. Itt az én adat... A machine gun, mindenképp machine gun, mert a machine gun az jó, mert az többet tudunk lőni. Jó, az viszont jó, hogyha var. Oké, okay, várjál. Inventory, és szintén áruljuk a... Kiáruljuk a hazát. Jó, szintet léptünk, az őrnek boldog vagyok. Még a követ is adom, gyerekek. Jó, hát igazából sok minden nem tudok adni. Várjátok egy dolgot, hadd nézzek meg. Modok érdekelnek, nincs olyan mod, ami kellene. Van egy mod, ami nagyon érdekelne. Nem tudom, hogy egyébként ezt hogy fogjuk ezt túlélni. Jó, vegyünk valami izényt a legközelebb lévőt. Clear zombi. Oké. Megpróbálunk egy küldetést, csak ott ugye nem nagyon fogunk tudni, nem tudom merre, ott. Nem tudunk nagyon kombinálni a dolgot. Figyeljetek. Hú, nem tudom, mit csináljak. Nem tudom, hogy ezt hogy fogom tudni megoldani. Mert ez, ebből, hogyha 2-3 rám jön, akkor nem tudom, hogy fogom kezelni egyelőre, tudjátok mit? Kellene craftolnom egy ládát, a storage-t. És már most el kellene kezdeni gondolkozni azon, hogy éjszaka hol fogjuk tölteni az éjszakát. Ne rakunk egy storage-t, és igazából ami nincs, most nem kell, hogy nálam legyen, az... Mivel, várjátok, egy kés az kellene ebből majd. Mennyi kell? Azt hiszem 5 darab kell belőle, ugye? Ez se kell most, ez se kell, ez se kell. Ez se kell, ez se kell. Követ magunkkal visszük, a mézet is visszük magunkkal. A murkivétel marad, a tojás marad. Ezek jöhetnek, azt az izét azt meg kibontjuk. Ez jó. Ez úgy van, hogy akkor meg tudom védeni magam instant. Mondjuk egy kutya ellen. Várjatok, nem jó ez a dolog. Skillt kell osztanom mindenképpen. 4 darab skill pontunk van. Szükségeltetik nekem mindenképp, látjátok, mert be van állva a... Be van állva ez a HP-k, mint az állat. Ezt úgy tudod megoldani, hogy a healing faktorra rakjál mindenképp egyet, és akkor van egy ilyen természetes gyógyulásod. Úgyhogy ez jó, oké. Okay. És várjátok, megállítom az időt egy pillanatra, és akkor elmondom szerintem, hogy mi lenne a koncepció. Erősebbek nem fogunk tudni lenni a zombiknál, főleg az elején, az biztos. Az ilyen tanknak beállok dolog, az nem fog működni. Szerintem a lőszeres dolog sem fog működni, mert annyi lőszert nem tudsz összeszedni, hogy folyamatosan azzal küzdjél, arra se érdemes szerintem még orientálódnunk. Amire orientálódnék én, az nem más, mint a ninja stílus, ami abban nyilvánulna meg, hogy parkour, sok gyors mozgás és lopakodás, és minél magasabb lopakodás bónusz damage-t kihozni a dolgokból. És akkor rakjuk is, rakjuk is el a skill pontot, én már pakolok is olyan dologra, ami szerintem mindenképpen jó lesz. Mindenképp a parkörre lehet, hogy kéne raknom egyet. Azért rakok a parkörre, és nézzétek, itt van például, ugye az agility attribútor alatt a Hide and Strike, ami növeli a damage-ét a lesből támadásnak. És itt van egy From the Shadow, ami szintén a lopakodást segíti elő, és van itt egy Deep Cut, ami a késsel való küzdelmet segíti elő, szintén nagyon jó a lopakodáshoz, és az Archer is nagyon jó a lopakodáshoz, tehát hogyha az Agility attribútort húzod, akkor konkrétan ezt az ágat itt majd, hogy nem ki tudod maxolni, ez egy nagyon-nagyon jó opció lehet. Jó. Megyünk, megcsinálunk egy küldetést, legalábbis megpróbálunk, nagyon figyelünk, kutya, ha kutya van, akkor abban a pillanatban nekünk erre át kell váltanunk, úgyhogy át is rendezem egy kicsit a dolgokat, valahogy így, hogy a fegyverek legyenek elől, és akkor a 4-es gombon az kapásból ez, a 3-as gombon ez, jó, nem tudok még gyártani nyílvesszőt, de tudunk, legyen bőven belőle. Messziről leszedjük a dolgozókat, ha úgy van. A free route-okra lehetne még érdemes rámenni, ami azt jelenti, figyeljetek, lopakodásba nagyon jó egyébként, mivel akkor ugye alapban is azt hiszem, hogy 3,5-szeres sebzésed van. Ami olyan, mint hogyha 3,5-szer lőnéd meg az illetőt. A free route-okat úgy tudom elképzelni, mint hogy mint ez autó. Vagy pedig közben bármi is. Jaj, de megettem. A free route, igen,
Hát ez észre fog venni. Figyeljetek, próbáljuk meg lopakodásból még meglőni. Ez már nem abból volt, ez volt a hülyeség. Legalábbis én voltam a hülye. Időben meg kell volna lőnöm, kíváncsi, hogy hány... Aha. Aha, és ennek a rage módnak, úgy látom az időtartam, ez egy ilyen változó. Ó, a francba. Aha, megint. És ez még nem halt meg. Hú, öcsém, most képzeljétek, ez nagyon nehéz lesz. Ez meg konkrétan átment rajta az a gyilvessző szerintem. Gyerekek, hát mi ez van? És megint fut. Ujjaj. Bazd a gyerekek, ez nehéz. Nehéz dolgok lesznek. Vajatok, ebből nem tudok csontot kinyerni? Mi jön ebből? Mi a fasz volt ez? Ez miért nyerített? Mikor halad volt, hallod? Csont, ja, ebben nem jön csont. Ebben nem jön csont. Jó, csináljuk. Itt van valami. Van valami másik hely, viszont lopnék. Lopnék. Itt a lootokra nagyon rá kéne venni, főleg, hogy pénzügyi dolgok miatt jó lenne. Tehát itt ki kéne lootolnom, igaz, nem ide szól a küldetés, de nekem ez tetszik ez a hely. Igen, elég. A fasz, jaj, ne. Egyébként választhatnám azt a módszert is, hogy szépen kilútolok, ott is egy jó van, hogy kilútolok mindent, és akkor itt hagyom a francba őket, értetek? Jaj! Azt a bőtjár pont ott volt a buzi. Jaj! Jó, most aztán betriggereltem mindent. Nem tudom, hogy mit lehetne esetleg még ellopni. Ja! Hülyeséget csinálok, mert jön egy kutya nekem, meszeltek gyerekek. Ha jön egy kutya, nekem beszéltek. Csak mondom, hát, hogyha valamit sikerül ellopni, valamelyik értékes is, megnézzük abba a kocsiba még. Megnézzük itt is. Ezt azt csináljuk maximum, gyerekek, hogy leakasztjuk őket. Ugye, hogyha a lopakodás nagyon jó fel van húzva, akkor van olyan is, nem mondjuk, ez nem volt rossz dolog. Van olyan is, hogyha átmész lopakodásba, akkor leakadnak hamar. De ezek szerintem le is akadtak, úgyhogy ez tök jó megoldás volt. Ez jó megoldás, ez a bemegyek, kijövök dolog, de mondjuk a Clear Zombie küldetésre lehet, hogy nem annyira fogja adni. Na jó, itt elvileg hol kell bevenni? Nem tudom, azt hiszem, hogy valahol lehet, hogy itt. Ó, várjál. Itt egy lőszeres larda, lol. Nem a legjobbak, de... Ez jó kezdés volt, hallod-e? Próbáljunk meg lopakodni. Csak az a baj, hogy még nagyon ez a skill-em, ez nem nagyon megy, ez a lopakodás skill. Meg az a gond, hogy itt ezekre rálépsz. Ezek ugye hangosak. Jó lenne előbb észrevedni őket. És megkínálni őket egy íjjal. Meg nem kéne beszakadni se, jó gyerek, aha. Figyeld, lopakodásból. Láttad? Snake bónusz 3,5-szeres. Uha. Ez egy új... Ez meghalt, ez jó volt. Ja, nem olyan egyszerű, gyerekek. Kéne ennem egyet, hát nagyon nem fogok túl sok mindent tenni szerintem, mert nincsen. Kajára kell rengeteget költeni. Igaz, hogy így hogy hosszabb rájtom a napokat, így annyiban jó. Megpróbálok lopakodni, bár igazából még sok értelme nincsen, mivel nem vagyok egy... Szétlőttem az ajtót, annyi értelme volt.
Á, de nem célzok jól. Á, de miért? Néha olyan szarul van megoldva ez. Nem, ez nem biztos, hogy meghalt. Jó, ez a... Figyeljetek, oda leestem volna, nekem ott vége vegyből. Ne ez a szélás! Nézd meg! Meg mennyire bírják? És képzeljétek el, mi lenne, hogyha oda leesték? A healing faktornak köszönhetően gyógyulunk, az jó. Oké, okay. És ott még valaki ott még küzd. Ó, a hülye gyerek. Ez visszafeküdt, hallod? Horkol. Három és félszeres bónusz. Lopakodás. A lopakodással meg lehet oldani. Mással nagyon nem. Ide föl tudok ide ugrani, ugye? Hogyha nagyon szar. Ügy gyerekek itt, öcsém. Ez halál egyébként. Halál. Most ezt így pucoljam ki. Meg fogunk dögleni a francba. És hallom, hogy izélek hörögnek. Az a gond, hogy ugye tényleg a lopakodásra kéne rakni, és ez zárva van, akkor merre, tesó? Nem erre kellett volna? De itt. De. Lehet, hogy a szekrényben van ám. Ah, nincs. Menj a francba. Nem vagyok fosva, na. Futott, hogy rohagyjon meg. Futott. Hol? Oh, ott van egy baza. Ah! Hát öröm a térdelet, köcsög! Aha, Istenem! Hogy van egy a földön, figyeld! Ajaj, ez meg be akar jönni, de ez kinti. Elvileg, attól ott lőni. Egy. Kettő. Három. Egy.
A francot mozogsz. Mondom, mennyit kell belőni. Jó. Nem jó. Úgy néz ki, mint egy sűrdisznó, ne vicceljetek. Gyerekek! Sok allom! Az a rendesen meg kell küzdeni ennek azt a bőtján hallod? Kézzel, kikészülök, hallod? Kikészülök ettől a játéktól most. Ott van egy hülye. Megkapta fel, így egy ketten vannak. Aha, most jó lenne, hogyha kitörnék esetleg, vagy bármi. Aha. Maradjatok! Nem akarok lőszert használni. Ezt ki is nyírtam az egyiket, jaj de jó. Túl vagyok terhelve. Szomjas vagyok, éhes vagyok. Ne fuss légy, ne fuss. Túl vagyok terhelve, nem nő a sztaminám. Ilyen burlesque filmszerűen a kanapé körül kergetőzöm vele. Na végre bazzak. Meg is van. Megvan a küldetés, csak meg lett gyerekek. Na, szedjük össze a cuccot, azt lutoljuk ki a dolgokat. Bazzak, mi ez a sötét, hallod? Na jó. Oké. Okay. Jó, a gyerekek, sikerült. Hú, öcsém. Azért rendesebben kaksiztom, hallod? Jó. Kirutoljuk kogyát is mindent, ezt vegyük vissza. Mennyi idő van? 13-12. Kellene nézni valami éjszakára valami helyet, mert anélkül nagyon nagy problémáink lesznek. Még a izét is lelőttem, gyerekek. Széket. Jó, más nagyon nincs is még esetleg. Ah, nincs a francot, nincs. Lesz mit eladni, mert igazából ezeket nem nagyon fogom megtartani. Körül kellene nézni, hogy esetleg azt oké. Okay. Mert tényleg ezek minden adásra mennek nagy valószínűséggel. Hát kaját nem hiszem, hogy találok ilyen loot stage-en. Normális kaját. Elég nagy más. Ah, de. Hát mondjuk az a leves az... Ó! Oh! Egész jó, egész bázistág voltunk. Jó, jó. És igazából mehetünk is, mert igazából teljesen kivalutolva az épület. Jó, 11-en túl vagyunk terhelve, hát vigyázzuk magukra majd. Nem rossz, nem olyan rossz. Várjál, ezt kilutolta? Aurelius lecseszérte, hogyha nem lutolom ki, teljes joggal. Jó, megy az üzlet, gyerekek, adjuk el a dolgokat. Rettelet para. Várjatok, meg kell néznünk mindjárt valamit. Azt, hogy nincs véletlenül egy olyan magas épület, aminek a tetejére fel tudnánk költözni éjszakára, ott egy sátor egyébként. Áj, szará vagyunk terhelve, de ezt már el kell vinni mindenképpen. Kell majd egy csontkés. Hú, egy macsétádnak nagyon örülnék, vagy valami vágószerszámnak, ennél a baseball ütőnél mindenképpen jobb lenne. Meg valami jó módnak. Megnézzük egyébként, a jó módokat megtartjuk, de ami nem, azt eladjuk. Oké. Shotgun, glue, pipe bomb, Molotov cocktail. Fú, bassza, mit tudunk eladni nagyon drágán? Ez 100-at ér, ez 66-at ér, ez 20-at ér, 75-öt. Jó, oké, akkor ezt a pipe bombot, és adjuk is el neki. Sajnos. Szerintem nem lesz rossz, vagy nem kell nekem ez, gyerekek. Vagy esetleg megtartsuk még így a kezdetekre? Mert hogy megtartom, oké. Meg vagyok győzve, gyerekek. Lőszert, figyelj. Egyelőre nem. Nem.
Nem. Mit ad? Animal Damage, leszorom. Tojás maradjon ez. A shotgun nem. Ez nem. Nem kell. Köszönöm, nem kell, köszönöm, nem kell, köszönöm, nem kell, nem kell, weapon parts. Ez se kell, ez se kell. Ez se kell, aloe cream. Maradjon. Maradjon. Jó, gyerekek, oké. Okay. Mennyi pénzünk lett? 1100. Oké. Okay. Kajapia kell. Mindenképp kajapia kell. Nézzük, hogy melyik olcsó, és melyik ad nekem megfelelő dolgot. Ami a legolcsóbb, az ez. 10-et ad. Ez is 10-et ad. Jó, ebből veszünk 2-t. Meg ebből is veszünk. Jó. Hát lehet, hogy veszek még. Megnézzük az autóvatát is. Aha, ez is 10-et ad, úgyhogy ez érdemes, jó. Ez 15-öt ad 180-ért, ez 10-et ad 120-ért. Akkor legyen ez. Kaja az kell, gyerekek, mert a legelején főleg nagyon érzik a karakter, és ezek a kaják, ezek konkrétan majdhogy nem semmire valók. Kellenének ezek piák is. Megyünk rette át. Kettőt, meg egy ilyet is. Nem, ilyet már nem veszünk. Veszünk egy ilyet. Tudom, hogy erre költök, és ez lehet, hogy valakinek nem tetszik, de nekem most a aktuális túlélésem érdekében próbálunk úgy gondolkozni, hogy legyen nekem olyan, ami jó. Nézzük a levest, az ugye elvileg water-t is ad, és akkor az mind a kettőt. Még mindenképpen olyat érdemes megenni, gyerekek, ami egy szlotot foglal. Úgyhogy ezt jó észbe tartani. Okay, javítókészlet egyelőre nem kell, hát ezt is adhattam volna egyébként. Jó, a kaják, hát a murky water-t kirakjuk, ezt kirakjuk, mert egyelőre nem tudunk ilyet craftolni. Ezt az aloe krémet ezt kirakom. Így akkor szerintem egy jog vagyunk, nagyjából. Jó, fú gyerekek, vettünk fel új küldetést? Kéne egy új küldetés. Kéne rengeteg nyílvessző. Az a nyílvessző ez nem rossz, meg kéne javítani a dolgokat. És ebbe meg van lőszerünk bőven most. Van 24, meg 15 a tárba, úgyhogy nagyon, nagyon nagy szar van, talán valamennyire meg tudjuk magunkat védeni. Oké, adjál valami jobot, légy szíves, egy cliff zombi jöhet. Köszönöm szépen. Ja, meg kell körül kell nézni, nem tudom, hogy honnét tudok ellátni valameddig is. Nem tudom, hogyha valamilyen épület tetejére fölmászunk, akkor meg kell nézni valami magas épület. Esetleg nincs itt a környéken, vagy bármi. Jó. Á, itt van. Itt van a küldetés, szuper. Igen. Kezdhetjük is. Jó. Jók vagyunk? Jó vagyunk. Megint lopakodásiba kéne. Új! Hú, bazd meg, ettől féltem, öcsém. Jó. Megütött, bazd, megint levett 20 életet, hallod? Ó, hogy rohadjál meg. Na jó van, várja. Meg a blessed tollom. A fene essen bele. Tetőkön elfelejtette, hogy lehetnek madarak. Jó, nem baj, jó, egész jól megúsztuk. Há, 20 élet, egy ütés. Ezek úgy amortizálnának minket, mint a szart, úgyhogy vigyázni kell, legalább lesz egy kis lőszerem ehhez, úgyhogy már, ja, nincsen ide, nincs alapanyagom. Na mindjárt, mindjárt gyerekek. Én meg egy olyanokat érdemes lenne megnézni, hogy nincs-e kutyaház, mert hogyha nem megyünk, akkor a kutya az meg fog minket cseszni nagyon keményen. Na gyerekek, mi van itten? Hát ez nem volt a gyeresztés, te se lehet menni konkrétan.
Hát egy zombi. De az nem itt ide tartozik. Szóval... Ja, jó van, oké. Kösz. Nagyon rendes vagy, hogy ezt meg idén beadtad, egy madarat. Jó, a madár az két lövés. Ez nem olyan veszélyes. Veszélyes! Csont kellene vagy. Nem, hogy sor később legyen. Na, ott vannak könyvek. Az mindig jó. Jó, a parkőrre ugye raktunk, az egy... nem is itt kell menni. Aha, itt jó. Aha, jó van, oké. Gyerekek. Az nem a legbarátságosabb hely. A valószínűleg, hogyha leesünk, abból pillanatban jönni fognak. Mennyi fánk van? Kellene csinálni néhány building blokkot. Mondjuk egy, hát legalább egy 20-at. És ilyen helyzetekben tökéletesen jó tud működni. Ha van pipebombunk, azt elfelejtsem, hogyha nagyon szar, akkor dobálhatjuk. Ezt a nótot ezt kidobom, mert nem kell. Azt mondjuk, akkor lerakjuk. Na nézzük, próbáljuk meg lemenni. Egyébként úgy utálom, amikor ilyen be vagyok szorulva ide, vagy nem tudom. Menjünk már mindenki. Na. Ja. Hát valami konkrét izét kéne lépcsőt ide készíteni a barodák. Függvénytől nem tudok tovább. Gyerekek, itt biztos, hogy szivatal... Jó. Valami van is. Meg ott tudja, hogy valaki van, mert... Ma most látom, érzem. Aha, ezek lehet, hogy... Ezek lehet, hogy trigger előttek, és megpróbálnak kijutni. Nem akarok beszorulni, most lehet, hogy azt mondjátok, hogy fostos vagyok. De a legkevésbé se akarok beszorulni valami olyan helyre, ahol meg fognak minket cseszni. Aha. Jó, jó lesz a dolog, mivel ez kiüti, akkor be tudok lőni. Jó. Viszont valamennyi lopakodóba kéne lennem, hogy ne vegyenek észre a kintiek. Ja, akik itt mászkálnak körülöttük zombik. Lássak. Kettő darab van egyébként itt benn. Na, üssed már ki azt a lukat az ajtón. Fejbe akarnak lövöldözni. Segítsek be neki, nem akarok besegíteni. Lehet, hogy én túl vagy a tabortizálék rajt, vagy nem tudom. Ah, jó van, oké. Okay. Figyelj, kukucs. Ez nem sikerült. Na. Lehet, hogy azon a picit be se lehet lőni. Á, a fele essen beléd, hogy ez a célzás... Hol a haverod? Van még egy ilyen mince? Ez a célzás... Nem tudom azt, hogy van, hogy működik. Tökre rátartom, érted, és akkor elmegy mellette. Ijacsém, ezt megkaptad, mi? Ajaj! Most ébredt föl egy. Jó, ez aludt. Vagy nem nagyon halnak ám meg. Á! Ne fuss! Nem ér! Jó, megvan. Jó vagyunk, tesóim. Itt még vannak benne zombik mindenképp. Ki kéne utolni a izért belőle. Mennyi lőszerünk van?
Nem túl sok, 10. Jó. Semminél jobb gyerekek. Lehet, hogy még vannak máshol is, nem? Lopakodásba megyünk. Nem hiszem, hogy van máshol, mert akkor mutatná. Jó, majd gyorsan végig lutoljuk. Meg kinyírjuk a maradékot, nem tudom hány darabban. Fákját lehet, hogy kéne hoznom. Hoztam? Ja, hoztam. Észrevettek, hárman vannak. Ha már van, meg nem adtuk el. Jó. Ez jó volt. Ez tetszett. Jó volt. Jó volt, gyerekek. Jó, klasszor, ez a pipe bomb, ez jó. Ez jó elérők, ez a pipe bomb. Ez jó. Ez jó, 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 meg képerben, vagy olyan stresszben vagy. Tényleg, rohadtos stresszben vagyok, gyerekek. Nem hiszitek el ennyire. Jó, gyorsan végig lutoljuk, és mindenképpen no, a tetőről meg kell nézni, esetleg nincs valami magas épület, úgyhogy vissza kell menni, tető, 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 mondogassuk gyerekek, hogy tető, 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 mert baj lesz itt. Murky Walter, sokra nem megyek vele, jó lenne egy főzőedény. Nézzük. Jó, eladásra. Feltétlen. Ott a földön egy dik az. Mázli. Pont akartam, hogy főzelnégyenk legyen, mert ugye Murky Waterünk az már van. És akkor esetleg még nem tudom, még talán kávét is tudnánk készíteni, bár abban az már egy kicsit luxus lenne. Ugye megyünk a főút fele pillanat, a gyerekek csak egyszerűen minden most már ott tartnak, hogy ki kéne lutolnom. Murky Water legyen? Oh. Istenem, a Murky Waternek nem örültem ennyire, nem tudom, fél évben. Imádom egyébként, nagyon szeretem ezt a játékot. Még mindig jó van, itt biztos, hogy nem lesz senki. Szerintem a főút, mit lesz benne? WC, Murky Water legyen? Ó, van szép is, várjál, elvileg van nekünk. Lockpickünk? Volt lockpickünk? Mint hogyha úgy emlékeztem volna, hogy van kettő lockpickünk. Szűzkész szerencsét hoz, gyerek! Nem hozott a szűzkész szerencsét. Talán a másodikra. Jó, nem fogom kiverni, mert nagyon sokáig tart. Meg az elég csúgya látvány lenne, hogyha itt kivernél. És van megidélyes a karakterünk, ez a baj, látjátok, hogy folyamat zabálnia kell. Ó, hallod, ott volt a jó kaja is. Már egész szerencsések vagyunk, van egy kettő darab. Ez nem gondoltam, hogy ez a pipe bomb ennyire hatékony. Hogyha ezt tudtam volna, akkor régebben is használtam volna előszeretettel. Jó, nekünk kell, ez kell, hogy hát, hogyha látunk még valamit esetleg, de nem. Jó, úzás vissza, de először föl a tetőre, el ne felejtsük. Ugye arról beszéltem, hogy a tetőre föl szeretnék menni. A kocsi még nem volt kirutolva. Na, most aztán tényleg nem mondhatjátok, hogy elhagyok bármit is, mert nagyon fontos, hogy mindent kilutoljunk. Na, menjünk fel a tetőre, megnézzük, körülnézek föntről, hogy nincsen valami torony, vagy bármi. Hát ez elég gyér, nem? Ott, mint hogyha lenne valami. Ott valami van, de mi az? Ott egy oszlop. De nem tűnik túl magasnak. Nem tudom, gyerekek, elég gyenge, nem? Mert hogy megyek egy kört. 16 óra 9. Hát megyek egy kört. Közben ilyen free lootokat esetleg... Hát... Ja. Ilyen free lootokat esetleg találunk, akkor azt kilootoljuk. Mert mint kocsik, meg ilyenek, amikor nem keveredünk semmibe bele. Vágjátok, hogy mire gondol a keeper.
Nem akarok semmibe belekeveredni, semmi balhéba. Jó, adjál békén. Szia, szia, bocsánat. Ne, leszarom, hogy mit akarsz. Jó. Szótár eset volt. Végig megyünk a szomszédságon. Muszáj a gyerekek, mert muszáj, mert valamit ki kell találnom, hogy hol fogok letáborozni. Hát ez elég beszélyesnek adnék. Kéne valami torony nekem, vagy valami ilyesmi. Szokott lenni ilyen adótorony, nem hiszem, mert pont itt nincs. Az mi? Van egy tyúk. Van egy tyúk, és szerintem az érre fogok használni egy lőszert. Ha lassítan egyet. Lassítsam a tyúkba, az oda néző, fur, mint a gyúl. Menjél be valami izébe, valami épületbe. Persze. Később sincs meg. Nekem mekkorákat lépesz, ez nagyon gyors ez a csávó. Na, sehol egy torony, ugye? Úgyhogy akkor cseszhetjük. Akkor mondjátok meg, hol a tökönbe fogunk éjszakázni. Úgyhogy se torony, se semmi. Ó, jaj. De ez nagyon elcseszett helyzet lesz. Soha nem látok semmit. Úgy gyerekek, akkor nem tudom, mi lesz itt velünk éjszaka. Hát semmi, hallod. Semmi. Ujjjjj. Sehol semmi. Ezt komolyan. Nem fogok tudni túlélni éjszakára. Nek az lesz ez lesz a hozadéka. Jó, el kell mennünk haza, vagy vissza kell mennünk a traderhez. És rá kell. Ah, jó, bas. Az a baj, a izével fogok itt bajba lenni. Rám ront egy kutya, szétmarcangol. Jó. Oké. Semmi probléma. Nyugodjál meg szépen. Megyünk haza. Ja, szarán vagyunk terhelve. Ott egy rendőrautó, amiben lehetne jó lút. Meg ott van egy ilyen szerszámos. Most egy elég jó szét vagyok terhelve, de mit kellene? Ennem kellene egyet. Eszünk egy mocska kaját. Ezt a kettőt mindenképp kirútolom, nem bírom ki. Ugye eladásra, eladásra, eladásra. Két opció van éjszaka, ahova el tudsz rejtőzni fixen. Az egyik az nem más, mint egy torony. A másik az nem más, mint egy mély lyuk. Nem hiszem, hogy mély lyukat tudnák ásni. Tudnék? Nem biztos, hogy tudnék. Nem tudom, hogy milyen mélyre kellene básnom magam. Ha valamit ki kell találnunk, gyerekek, hogy túléljünk éjszaka. Éjszaka egyszerűen egy darab zombi rám rontott, a végem van. És azt nem fogom tudni kivitelezni, hogy ne roncson rám. Ó, csavarkulcs, ez nagyon jó. Mivel azzal tudok majd rengeteg pénzt csinálni. Mert ha szétszerem az autókat a környéken. Ja. Gondba vagyok, akkor biztos voltam benne, hogy itt lesz valami torony, vagy ilyesmi. Azt kell csinálni, én építek valamit, nem? Wow, fát, figyelj, 16 óra 55, hát akkor már nem vállalunk több küldetést. Én építek valamit. De akkor kihasználhatnék egy olyat, ami már magas. Jaj, menjünk már gyorsabban, tudod, hogy terhelve, de hát már valami legyen veled. Én megrényhas vagyok. Egyéb az egyéb. Jó érzik a karakterünk, keményen. Ide a ládából kiveszem azokat a dolgokat, ami van nálam, olyan, és akkor ugye nem tudom még azokat adni. Oké. Okay. Na, valamilyen letelepedési forma viszont kell nekünk. Mi az az oszlop? Ott az, mindig nézek valami oszlopot, és ott. Az csak egy kémény, vagy mi? Tudjátok, mire kellene ennek a templomnak a tetejére? Építkeznem. Bár akkor ott azt valamennyire ki kell pucolnom, hogy nem is 100%-ra.
És azt igazából akkor küldetésként nem szabad felvennem, mert akkor ugye beresetelődik. Na nézzük, mit adsz küldetés? Vagy mit... Ó, fú, bassz a gyerekek. Ez most nagyon nagy dilemma, de lehet, hogy a kaját fogom meg elkérni. Mert ez egy 31-es food. Pedig ez is jó, tudom. Ebből van 45 egyelőre, azzal elleszek. Jó, és akkor eladjuk azokat a dolgokat, amik nem kellenek. A motor fogtér megy, megy. Kávé menjen, ne haragudjatok, menni fog a kávé is. Az is megy. Van 20 darab csontom, jaj de jó. Az is megy. Ez is megy, ez is megy. Nincsen semmi, de painkiller. Are you trying to pull a fast one? The shelves are full, so I ain't buying any more of those. Oké. Okay. Jó, kb. Ugye? Kb. Jó. Kb. Jó. Viszont veszek fel egy küldetést. Get out of my store. Hey, jerk. Well, good luck. Oké. No probléma, gyerekek. Túl vagyunk terhelve egyel, viszont szerintem kellene vágnom fát, és akkor meg kellene próbálnom valamit építeni az éjszakára. Ugye nem az a lényeg, hogy megvédjük magunkat, hanem az, hogy elszaporáljuk magunkat. Ez lenne a fő dolog. Ezeket le kellene szkrepelni. Ugye hiába megvédeni, biztos, hogy nem fogom tudni magam itt. Várjunk, ebből egy csontkés kellene. Nem jó, nyomta. Oké, a maradék mehet be a ládába. Ásó. Jó. Főzőedény menjen a ládába. Ez menjen a ládába, ez menjen a ládába, ez menjen a ládába. És akkor ez így nagyjából jó vagyunk. Ezt a két nagy kaját is rakjuk a ládába. Oké. Ezt is a ládába. Meg a tojást is, meg ezt is. Ja, mi, fú, melyik, milyen küldetést kaptunk? Kíváncsi vagyok. Figyeljetek, lehet, hogy gépfegyvere fogok futkorászni egyelőre. Úgy az legyen, hogy valaki betámad, valami kutya, aztán akkor meghalok tőle. Kocsik azok jól, mert free rootok. Ugye nem kell érte megküzdeni. Na és lehet benne tök jó dolog is. Például egy sörétes puska. Ami nem kell. Nem szeretem azt az egylövetű sörétes puskát, kb. Semmi értelmét nem látom. Ez melyik lesz ez a küldetés. Aha. Azt nem értem, hogy mi az ott. Én látok egy toronyszerű dolgot. Ja, ez nem valami olvasott templom egyébként. Mi ez csatolatna? Itt látok mindig, hogyha erre nézek egy toronyszerű dolgot. Ez egy jó. Az viszont nem lenne rossz. Nem lenne rossz, mert ugye... Így te Isten! Kis hús. Tudok belőle csinálni valamilyen kaját. Akkor nem is olyan erősebb. Uh-huh. 10 darab hús. Jó az. Jó, oké, menjünk tovább. Na, mi ott egy ilyen torony van. Az nem torony, hanem az egy ilyen villanypózna. Meg kéne néznem, hogy az a legmagasabb épület, vagy bármi itt ebben az egész rohadt 10 kócerájban. Ez egy pubnak az udvarában, vagy mögötte van, mindjárt megnézem. Ott viszont van kutyaház, eha. Nem, ez egy torony. Ez egy torony, ebből ki tudnék valamit hozni. Ez egy torony, gyerekek, és erre föl is lehet menni. Uh-huh. Jó, ugye az a lényeg, hogy szeparáld el magad zombiktól. Nem az a lényeg, hogy neked most meg kell védened magad. Várj, hol itt a bejárat?
Ez lehet, hogy valami. Lehet, hogy lesznek zombik, sőt ott egy zombi, szerintem ott fekszik egy nő. Jó, tetszik ez a hely. Szerintem letelepedésnek ideális lenne. Figyeljetek, megpróbálunk egy lopakodó atakot. Segbe lőttük, igen, az egy nő. Ne fuss! Faszba. Nem szabad, hogy megüssenek nagyon, az nem lenne jó. Hol a faszba? Nagyon nem jó. Hát, hogyha ezt nem oldom meg ilyen jól. Hú, basz, mi a fasz? Gyerekeket, itt majdnem sikerült fűbe harapnom. Mindenféle túlzás nélkül mondom, mert erre nem számítottam, hogy ez beszakad, és ott is egy csávó. Mi a fasz van itt? Jó, még jó, hogy időben kellettem ezt kipucolni. Ez borzalom kemény hely. Ez most kiütött meg. Már elegem van már most. Ó! Mare. Hányan vannak itt, bazd? Deli Peti megérkezett. Deli Peti, fut! Rohadt életbe! Még mindig. Jaj, mi van, gyerekek? Mi a franc történt itt? Beszakadtunk be, az mekkora egy nem rendes dolog volt. Azt akartam mondani, hogy köcsök dolog volt. De hát a köcsök dolog, ez valid. Valid az az állítás. Na figyelj, én itt föl kéne mennem, vagy valami, nem tudom. Gyerekek, még megint itten topz, valaki. Itt meg megint hallom, hogy topzódik. Nekem ez a torony kell. Ez a torony kell, azt a betyá, hát majdnem megdöglöttünk, gyerekek. Éhesek vagyunk, szomjasok vagyunk, minden bajunk van ezzel. De álljon már meg én! Hát hallom, hogy itt ide szét akarják rúgni a dolgokat. Valami legyen már, meg... Térdemet bekötözöm, vagy nem tudom. Ez a gyógyszert is annyira nem akarom elhasználni, meg kell ennem a mézet is. Hogyne? Hogyne, bazze? Nem vagy köcsög, bazze, hogy ide feljöttél hozzám? Ennyire szarul céloznék? Tudom, hogy nem csak ez az egy van. Hanem egy csomó szerintem. Dögölj meg! Dögölj meg! Dögölj meg! Nem döglik meg! Hanem fut. Tudjátok, hogy lehet legyőzni itt a zombikat? Úgyhogy ügyesebb vagy náluk. Úgyhogy gyorsabb vagy náluk, úgy semmiképpen. Vagyis, hogy erősebb nem tudsz itt lenni náluk. Itt egy megoldás van, bazze.
hogy ügyesebb legyél náluk. De itt ezeket valahogy ki kéne nyírnom még, mert megint az a harakiribe az-e. Jó. És mi mindig nem fogytak el ezek? Mi a hangra jönnek, mint az állat, mi? De én olyan parába vagyok itt. Nem hiszem, hogy megint itt nyökörög valaki. Szerintem itt az a néni, aki itt nem volt, nem? Az a kéne valamit csinálni, szerintem az nem tudott följönni. Aha. Gyere ide, öreg anyám, bazzel, bicsi. Maradjál már! Jó, és itt nincs semmi konkrétan. Vagy van? Hogy mi van itt, úristen? Nem, ugyanoda érünk ki. Jó, a gyerekek. Hát én olyan stresszben vagyok. Ezt nem tudjátok képzelni. És 19 óra van látod, és majdnem megdöglöttünk be azzal. Az első nap majdnem megdöglünk. Jó, majdnem rántott hussa. Nem lehet jól lakni, úgyhogy... Annyira nincs nagy probléma. Viszont ez a pipe bomb, ez egy jó dolog volt. Na nézzük, mi van itt. Elektronika, arra mondjuk, aztán nagyon szükségünk van, nem? De nézzük. Turret. Ranged damage-es. Milyen lőszert használ? Na, milyen turret ez, bazzer? Beszarok. Ilyen van. Hogy ilyenkor már ezt kaptam. Azt mondjátok, hogy csitelek. Csak átkozott mázista vagyok, vagy annyira nem. Na nézzük, figyeljetek! Ki kell számolnunk most komolyan a dolgokat. Akkor ezt tudjuk használni mi. Valamilyen lakóövezetnek. Hol tudunk itt fölmenni? Várj, először nézzünk egy térképet. És nézzük meg, hogy milyen magason vagyunk. 35 méter a magasságunk. És akkor megnézzük, hogyha itt erre fölmennénk. Hát erre még jócskán föl kellene valahogy. Aha, föl lehet. Jó, és akkor én még itt tovább építkeznék egy kicsit. Igen, csak nem tudom, hogy hol tudok följebb menni. 35, most mennyin vagyunk? Most 51. Akkor, ja, az még nem valami sok. 16 méter. Most azt meg kéne nézni, kellene csinálnom nekem létrát. De nem engedi rakni, mert itt van egy ilyen. Az a baj, hogy ezt le kell vernem innen, mert különben nem fogok tudni följebb építkezni. Jó, bocs gyerekek, ezt le kell vernem. Akármennyire is sokáig tart, vagy bármi is történik. Fel akarok menni a tetejére, és akarok egy platformot kialakítani rajta, ahol tudok éjszaka dolgozni, vagy bármi. Ugye, hogyha ezt én magamnak kellene megépítenem, akkor az rettenetesen sok munka lenne, így azért jóval egyszerűbb lesz. Nem látok sehol ugye magasabb építményt, ott egy víztorony van. Az szerintem alacsonyabb ennél. Jóval alacsonyabb. 35, hát szerintem egy ilyen, legalább egy ilyen 25-30 magassal lennénk a zombiktól. 30 magassal lennénk a zombiktól. Akkor biztos, hogy nem tudnának minket észrevenni. Az egy baráti dolog lenne. Tudom, és hogy vagyunk. Viszont még vissza kellene, mert azt hiszem, hogy ad water-t is. Úgyhogy eszünk ilyet. Egy-kettőt. Hármat. Ja, hát majdnem meghaltunk. Eddig egyébként biztos voltam benne, hogy nehéz. De izgalmas. És az, hogy az rohadt izgalmas, hogy hogy oldod meg a dolgokat. Mármint itt olyan problémákkal fogom szembenézni, mint például a horda. Amit egyszerűen foggalmam sincs, hogy fogom tudni megoldani. Uh-huh.
De lehet, hogy három darabot is ki kell majd vernem. Sajnálom, srácok, de ez muszáj kategória, várjátok, van nálam kő? Javítani van. Jó, sőt, ez csak kettő darab lesz. Jó, és ennek a tetejére tudok egy platformot készíteni, amit így nagyjából el tudok héderezni. Mindjárt már ránézek, hogy milyen magasan vagyunk. 59, 35 volt ugye. Akkor ez már 25 méter minimum. Szerintem még lesz egy ilyen, nem tudom hány blokk, egy 5 blokk. Ez egy 30 blokk távolságra talán már nem érzékelnek a zombik. Tehát akkor az éjszaka nyugalomba telhet. Tudok akkor craftolni, skilleket elosztani, mármit. Hát hogyha egy darab zombi észrevenne éjszaka, egy darab, akkor tudja, hogy meghalunk. Úgyhogy ez a fontos, hogy... Milyen kék a szemem? Jó, bocsánat. Igen, az fontos, hogy ne vegyenek észre, mert különben nekünk annyi. 19.53 még esetleg annyi időm lesz, hogy megcsinálom ezt a platformot. Jó, hogy elkezdtük. Ha, ez így eddig oké. Okay. Csak még följebb kellene. De sajnos ez... Csak meg kéne javítani. Szerintem hány darab blokk lesz? Hát remélem nem sok már. Szerintem két blokk, ugye? Ez valami rádió adó, vagy valami torony. Jó, sokan voltak alatta. Egyébként ebből még ki is tudnék alakítani egy ilyen kis kezdetleges bázist. De a hordavárót, ezt nem tudom egyébként, hogy tudnék. Na, baj, a hordaváró. Nem tudom elég gyorsan ölni a zombikat. Ugye, hogyha folyamatosan jönnek és ütnek, akkor meg bármilyen szerkezetet pillanat alatt szét fognak kapni. Még a legelső, mármint a hetedik napi zombik is, úgyhogy... Azt nem tudom, hogy ezt hogy lehet kivitelezni. Ja, hát szerintem így izgalmas leginkább a játék. Hogy... sikerélmény. Hát ez leszakadtak dolgok, na. Fú, azért magasan vagyok, jó van. Így fog meghalni megint. Megint nem attól, aha, és akkor így, oké. Okay. És akkor ezt az egyet kiütöm. Elvileg akkor már mehetek maxra föl. Mindjárt megnézem, milyen magasan vagyunk. 63. Akkor már 30 méter, több mint 30 méter magasan leszünk. Szerintem az bőven elég lesz a zombiktól való távolságra. Na, erre gondoltam, hogy valamilyen tornyod, vagy valami magas épület, ha más nem, akkor a templomnak a tetejére építkeztem volna, vagy valami, ahol el tudom magam szeparálni a zombiktól. Úgyhogy ne vegyenek észre. Nem az a lényeg, hogy védve legyél, nem az a lényeg. Hiába építesz itt akármilyen bunkert, akkor is oda jutnak hozzád. Reggelig biztos, hogy oda jutnak hozzád. Nem az a lényeg, hogy szeparáld el magad annyira, hogy ne vegyenek észre. Nagyon megfontoltan kell játszani, és hogyha egy kicsit fejlettebbek leszünk, már akkor sem szabad elbíznunk magunkat, mert különben nagyon hamar meg fogunk halni. Na gyerekek, akkor, és akkor csinálunk gyorsan egy valamilyen platformot. Lehet, hogy kellene fát is vágnom, remélem, hogy most már, jó, most már meg vagyunk. Az a baj, hogy jó, van fám. Szerintem legalább kell egy 30 darab. Oké, okay. És akkor várjál, kopizzuk. Okay. Íj, ennek ilyen a teteje, hogy rohadjál meg? Hogy rohadjál meg? Na, egész jó magasan vagyunk így a fáknak a magasságában. Érdekes, lehet, hogy fára föl lehet vajon építkezni? Lehet olyat csinálni? Jó, innen meg el is látok egyébként távolabbra. Ha esetleg valami van a közelben, akkor azt ki tudom szúrni. Ne kéne mennem. Kellene szükségem lenne pár dologra. Viszont ezt megjavítjuk. Lehet, hogy el kéne menni. Ja, gyorsan megcsinálunk egy platformot. Az a baj, nem tudok lemenni már, nem fogok tudni lemenni. Tudjátok miért?
Na ugye a legvégén már te nem nagyon ütközhet zombikkal, mert ha éjszakára vált a nappal, amikor már éjszaka kezdődik, akkor neked mindenképpen leakasztott zombikkal kell lenned. Nem szabad az, hogy rajtad legyenek. Ó, te mesebeli Afrika. Hú, de erős ez a toronynak a, nem tudom, lika. Jó. És akkor kellene most egy ilyen default, ilyen, ide. És akkor ez jaj, de egyébként minél kevesebb építkezés legyen gyerekek, mert különben megadod. Ó, ide meg, azért úgy menjél föl, hogy ne essél le. Ú, te öcsém, azért már megint kezdődik itt a dolog. Ezt ki kéne izőjön jelölni. Okay. És akkor valamekkora platformot ide fölhúzni. Nem egy túl nagyot. Nem kell nekünk olyan hatalmas. Jó, mert ezekre is támaszkodik, ezekre a fémekre, ahogy látom. Jó. Ez már egy haladás, gyerekek. Figyeljetek, az a nagy probléma, hogy mindenképp kellene craftolnom nekem egy ilyen wood storage-et. Csak akkor már ezt fel kellene upgrade-elnem mindenképp. Legalább azokat a blokkokat, ahol lepakolok. Imádkozzatok, hogy ne szakadjunk le. Lehet, hogy még elmegyek a felszerelésemért. Ott van a főzőedényem, meg ilyesmi. Nagyon gyorsan el kellene menni. Itt az árnyékom, komolyan, figyeld. Ott az árnyékom, ott az oszlop. Jó, oké. És akkor a húztól is. Jó, gyors, nyíljál meg. Ne tököljé. Oké. És konkrétan, ami így útközben nem kell, mindent is szórjunk bele. Mert akkor elhozok mindent a másik helyről. Jó. Várj, a lőszert kéne vinni. Ja, a lőszer nálam van, jó. Na gyerekek, iránydarányban. Rohadt gyorsan. Hoppa, itt egy táska. Egy zsablampa, ez egy jó dolog. Nem szoktam félni a lépcsőkön. De most para. Most nem lenne jó eltörni a lábamat. Oké, okay, gyerekek! Vissza kellene menni a traderhöz. Nagyon gyorsan. Hú, bazza, egy kicsit lehet, hogy ki vagy fúdva az időből. Hol a traderem? Quick waypoint. Az miért? Tehát siessünk, gyerekek, siessünk. 14 perc. És akkor el tudnék kezdeni kaját csinálni. Vizet kifőzni, ugye, meg ilyesmiket. 280-ra teljesen jó vagyunk. Igyunk egy ilyen finom teát. Azon gondolkozok, hogy a vizeket is ki kell használnom, tereptárgyakat. Ugye például vannak ilyen robbantható dolgok, például gáztartályok, benzines hordók. Azokat is ki kell használnom ebbe a gameplaybe ahhoz, hogy túléljek. Mert különben gyakorlatilag nem leszek elég hatékony. Jó. Konkrétan innen mindent elviszünk. Oké. Okay. Egyelőre ma, itt túl vagyunk terhelve.
Talán nem lesz olyan nagy probléma. Az a baj, hogy most meg rohadtul elfelejtettem, hogy hol van ez a torony. De csak észrevesszük. 21-26. Ja, nem szabad, hogy észrevegyenek. Nem tudom, hol az a torony, de valamerre arra. Ó. Jó. 29. Nem gondoltam, hogy túl fogom élni az első napot ilyen. Hát nem simán, mert azért vannak problémák. De azért egész kellemesen élem a játékot. Nem érzem szenvedésnek. Nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon kell figyelni. Itt nem lehet félre nézni, kb. 2 másodperc alatt meg tudsz halni. Jó, az nincs is annyira messze a trailertől egyébként. Ha ott van ott a kis platformunk, teljesen jó gyerekek. Teljesen jó. Én úgy érzem, hogy az nem lesz egy rossz dolog. Itt jó lenne kipucolni ugye ezeket az épületeket. Így könnyebben tudjak közlekedni. Itt, egyelőre itt fogok elmenni mindig. Ennek a bal oldalán. Itt biztos van egy kutya. De lehet, hogy csak akkor triggerelődik, ha bemegyünk. Oké, megyünk föl. 21-40, tökéletes. És konkrétan nem vett észre minket senki, az jó. Ha már egyszer itt vagyunk, ugye. Jó, és lett egy zseblámpánk, ami megint csak egy jó dolog. És itt ugye ugrani kell, a szándékos, hogyha esetleg betámadnak minket, akkor addig följut egy zombi, akkor ott ugornia kelljen, vagy pedig ütni fog. Nincsen fánk, nem mondod. Ez kemény. Jó, annyira nem is kell. Jó van gyerekek, fasza. Mindenképpen ide szembe. Jaj, várjatok, ha nincs fám, az nagy baj. Ajaj, nagy baj. 49. Jaj, mert nem tudok tudni sok mindent csinálni. Hú, hát ez egy rossz dolog lett. Úgyhogy ezt le kell scrapelnem. 15 fa lesz belőle. Kövem sincs. Konkrétan. Na, nagyon úgy jöttünk fel, hogy lófasz sincs nálunk. Ez úgy fú, ide nagyon nem jó. De ma egyszerűen, hát nem tudom, lehet, hogy éjszaka lelopakodjunk. Ja, ott van például egy szombi, nem biztos, hogy jó lenne. Jó, a gyerekek. Ja, hát izét akartam volna rakni. Campfire-t kellett volna csinálni például, de aztán még ahhoz sincs 5 darab kövön, se az úgy elég szomorú. Ezt nem tudom leszkrepelni, de kő lesz belőle, úgyse kell. És lehet, hogy ezt kinevettek, hogy azt abból csináltam, de legalább tudok csinálni egy campfire-t. És ezt akkor ide berakjuk középre mondjuk. Nem is olyan kicsi az a platform, nekem bőven elég egyelőre. Nem azt akarom, ezt. Ja, meg lehet, hogy lopakodóval leszünk, azt akkor biztos, hogy nem vesznek észre minket. Jó, és akkor van egy főzőedényünk. Van 15 fák, amivel tudunk fűteni. Mással, ugye nem lehet, olajpola az nem megy bele. De belemegy, bassza. Oké. Murky volt, ott akartam egyébként. Mindenképp megcsinálni. Meg volt valami husing, nem? Az hova tettem a husit? Az már itt volt? Uh-huh. Mindent kirakott, vagy mindent kivett, figyeljétek, csak a husit nem. Jó. Ez a murky water, ez nem fog megfőri annyi dolgon. Nincs véletlenül nálam fa, de van 18 még, már még volt 3. Ez nem lehet berakni, de vele lehet. 30, hát ez semmi. 18 fa, az mennyit ad? 15 percet, jó, az már legalább elkészülnek akkor a dolgok. Lárát majd csinálunk még mást. Mi kellene nekem, gyerekek? Ebből meg kéne nézni, hogy milyen receptek vannak. Van főtt hús. Ja, nem tudok semmit, csak ilyet. Meg a még ezt sem tudom. Csak ezt tudom, csak ez meg diszile a... Jó, 2 darab ilyet tudok csinálni. Amit lehet, hogy nem fogok megcsinálni, mert akkor annak sok értelmét nem látom. Inkább akkor ez menjen le. Annyi, hogy akkor kipakolunk. Ami így igazából annyira nem kell, de még lehet, hogy kellhet. Tojás marad.
Marad. Water legyen nálam. És egyelőre akkor most nem kell eladnom sok mindent. Talán. Hát ezt sem viszem magammal. Ezt sem viszem magammal, ezt sem viszem magammal, ezt a kettőt az visszük. Nem tudom, zseblámpát nem viszek magammal, nekem jó az a fákja, vagy pedig a zseblámpa hatékonyabban, mindjárt kipróbáljuk. Sót azt lehet, hogy magammal viszem. Minden kiszedem a kaját, meg a piát, mert fölösleges ott lenni egyelőre. Jó. Egy darab izé van? Elsősegély csomagom? Ez elég gyenge, főleg ezen a környéken. Oké, gyerekek, akkor ez így nem rossz. Van piám, kajám, úgymond viszonylag egy-két darab. Oké, amit akartam, a zseblámpát ki akartam próbálni, hogy F-fel. Jó. Lehet, hogy a zseblámpát megtartjuk. Oké. Szerintem itt nem vesznek észre, az egy jó dolog, mert akkor így az éjszakákat túlélem. Tök jó. Jó, gyerekek, figyeljetek. Elbúcsúzom. Innen folytatódik tovább akkor a sztori. Majd még lehet, hogy kicsit kiebb építem ezt az egészet, de itt már nem. Itt már nem teljesen felesleges. Az talán jó lesz, hogyha nem esek le. Ide rakarok még két ládát, vagy összesen négy ládám legyen, aztán, vagy esetleg még ott oldalt. Aztán akkor itt igazából másra nagyon nem is, nincs is szükségem, gyerekek, hogyha belegondoltok. Van havas rész. Ott akkor tudok havat szedni, hogyha akarok smoothie-t csinálni majd. Bár az még egy kicsit odébb van, ott meg egy böszmeregyhegy. Jó, gyerekek, elbúcsúzom szerintem. A fákjár viszont akkor azt kellene csinálnom, hogy akkor lebököm ide valahova. Akkor valamit csinál, valamit világítva, vagy egyszerűen, hogy legyen. Jó. De ez a terület ugye addig lesz nekem hasznos, ameddig... Ja, most azon gondolkozok, hogy a hordát hogy tudom túlélni, de szerintem egyféleképpen tudom túlélni, hogy mozgok. Addig megpróbáljuk mindenképp, nézzük meg a skilleket. Aha, a parkört én mindenképpen szeretném följebb vinni, csak az a baj, hogy igen, az archery, meg a deep cut, az a kettő, az biztos, hogy kell nekem. Csak egyelőre esetleg az archery-re lenne érdemes raknom. A hide and strike, ugye, hogy meg ez a kettő, ez a lopakodás és a hide-ból támadás damage-t módosítja. A parkour is nagyon kellene. Mindenképp ugye agility kell ezekhez. És ahhoz, hogy ez például már agility 4 kell, tehát akkor ezt. Az agility-t mindenképp fel kell nyomnom, mert ezek a perkek, ezek kellenek nekem. Tehát akkor egy 4-re földúrantjuk az agility-t, akkor már a parkour mehet 2-re. Ami jó. Nekem fontos, hogy nagyot ugorjak, mert pont azon gondolkoztam, mert arról jutott eszembe ez, hogy a hordát azt túl tudnám úgy élni, hogy esetleg sokat futok, sokat mozgok, és közben úgy ölögetem őket, ahogy az én nekem tetszik. De ahhoz például tök jó lenne, hogyha minél több épület ki lenne pucolva addig ezen a területen. Úgyhogy a hetedik napig kellene minél több küldetést megcsinálnunk, akkor megfelelő pénzösszegünk lenne, és akkor abból jó sok XP is lehetne. És akkor ugye akkor tudnánk fejleszteni a különböző dolgokat, meg esetleg akkor ugye tudunk lootolgatni jó dolgokat. Úgyhogy ebben gondolkodok. Na jó, ezt ki is kapcsolom. 12 fa. Teljesen jó, nincsen semmi baj vele. Van 6 darab vizünk, vannak kajáink, vannak nagyon jó kajáink. Ugye 50 fúdos kaja, meg egy 31 fúdos kaja. De először ugye mindenképp ezeket fogjuk megzabbantani, ezeket a konzerveket. Fogjanak el innen, azt hiszem, hogy még ezen kívül is talán volt nekem valami konzervem. Én egy kicsit majd rendezgetni kell, nem tudom, akkor mit láttam, mint hogyha úgy emlékeztem volna, hogy volt konzervem még. Nincs. Oké, van 4 javítókészletem. Ezzel a csőkulcsot, ezt lehet, hogy el kéne minden majd. És ezt viszont meg kéne javítanom egy javítókészlettel. Mert az autókat lehet, hogy szét kéne kapnom. És azoknak az alapanyagát el kellene adnom.
és abból lehetne pénzem, és abból lehetne vennem dolgokat. Úgyhogy azzal lehet, hogy így fogunk gondolkozni. Na gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik ez a content. Írjatok nyugodtan, hogy legyen ez, meddig legyen, hány részig. És legyen egy olyan, hogy mondjuk, hogyha meghalok, akkor permadítem legyen, tehát akkor mindenképpen fejezzem be a sorozatot. Hogy ez hogy legyen, hogy legyen, hogy mi tényleg bármit írjatok, ami számotokra szerintetek a legoptimálisabb legyen. Meg úgy gondoltok, elég izgalmas így a sorozat, vagy ne legyen, nem, nem. Én szerintem egyébként ezt megélni rohadt izgalmas, úgyhogy folyamatosan a haláltorkában vagyunk. A skill pontokat és perkeket is nagyon pontosan kell elosztani. Meg mit gondoltok erről a lopakodásos dologról? Hogy ezzel mit lehetne kezdeni? Lehet, hogy arra gondoltok egyébként, hogy a hordát nagyon nem élem túl a lopakodással, ott azért jobb lenne esetleg lövészkedni, vagy ilyesmi. De belegondoltok, a lövészet se lenne egy nagyon jó megoldás, mert nagyon hamar kifogysz a lőszerből. Ugye a tank dolog se jó megoldás, mert hiába bírod az ütéseket, amikor 8 darab zombi üt egyszerre, és nem tudod őket leölni, akkor hiába. A lopakodás és a gyors mozgású gameplay viszont lehetőséget adna arra, hogy kontrolláld az ellenségeket úgy, hogy esetleg konkrétan háztető kialakíthatsz magadnak egy konkrét ilyen playgroundot, amit tudsz használni úgy majd később, hogy mondjuk létrákat raksz le házfalakra. Konkrétan mondjuk ezt az utcát arra befognád, hogy te ez itt próbálod kezelni a hordát. Ki van pucolva az összes épület, tetőkre fel tudsz menni, zombik nem tudnak felmenni, mindenhol kiraksz létrákat, ilyen jumpoló helyeket, ahol fel tudsz ugrani, és ezt egy egész más játék stílusba, de mégis tudod abszorválni a hordát. Azt, hogy ilyenkor most arra gondolsz lehet, hogy hát de akkor nem ölsz olyan sok horda tagot meg, hogyha idézőjelesen menekülsz és néha levágsz egyet, de hát akkor sem ölsz meg túl sok horda tagot, hogyha állsz egy helybe, mert konkrétan ugyanúgy nagyon sok ütés betelik megölni egyet, és közben megölnek. Közben szétbontják a bázisodat. Nem fogunk tudni betont csinálni a hetedik napig, de egy betonépület se bírná ki ezt a gyűrődést, amit okozni fog neki ez az első horda is. Itt ez teljesen máshogy fog működni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek! Bye bye!